Sziasztok, sziasztok! Ez a Mi a helyzet felétek a második része. Az előző részben láthattátok New Yorkot Bélából, és láthattátok Bencét Ausztriából, most pedig jöjjön Toronto és jöjjön Alpárunk Erdélyből. Nézzétek meg, mert tényleg tanulságos ez, hogyha belenéztek, hogy mi a helyzet van arra is a koronavírussal kapcsolatban. Úgyhogy ez is egy picit hosszabb lesz, úgyhogy de higgyétek el, megéri megnézni, mert ezek a valós információk, és ne feledjétek, maradjatok otthon. Borotválkozzatok, vágjátok le hajatokat kopaszra, úgy, ahogy kell, gyerekek. Ez a maradj otthon. Most mindenki maradjon otthon. Miki vagyok, és Kanadából, Torontóból jelentkezem. Megpróbálom összeszedni a koronavírus jellemzőit az én szemszögemből, abból a szemszögből, amit én itt Torontóban látok. Szerintem egyébként a világban mindenhol, ahol érintett az ország, hasonló rendelkezések történnek, hasonlóképpen zajlik ez a folyamat. Itt Kanadában a koronavírussal tulajdonképpen március második hetében kezdtünk el komolyabban foglalkozni. Erre azért emlékszem nagyon, mert a torontói magyar közösség a március 15-i megemlékezésre készült, melyet 2 nappal az esemény előtt mondtak le, és innentől kezdve láncreakciószerűen lett törölve az összes olyan rendezvény, ahol 50 főnél nagyobb látogatószámra számítottak. Az iskolákban ekkor kezdődött a tavaszi szünet március 16-án, melyet 1 hétről 2 hétre hosszabbítottak, majd eltelt még 1 hét, mire igazából az oktatási rendszer kitalálta, hogy hogyan is tudják véghez vinni majd a távoktatást. Úgyhogy ebből a szempontból le voltunk maradva a magyarokhoz képest, mert tudom, hogy ott már március közepétől elkezdték a digitális távoktatást. Itt az iskolák többségében ténylegesen ez csak áprilisban indult be. Én az egyik torontói magyar iskola pedagógusaként szombaton tartottam az első digitális távoktatásomat, ahol beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy mi az előnye és mi a hátránya ennek az oktatási rendnek, és azt mondták, hogy igaz, hogy kényelmes, hogy pizsamában jelentkezhetnek be, nem kell korán kelni, nem kell utazni, de egyértelműen kijelentették, hogy visszasírják az iskolát, amit hetekkel ezelőtt még nem gondoltak volna. Korlátozva vannak az utazások, csak kanadaiak utazhatnak be az országba, ők is 14 napos önkéntes karanténba kell, hogy vonuljanak az utazást követően. Akik pedig koronavírusos tüneteket produkálnak, azok nem jöhetnek repülővel, nekik azt tanácsolják, hogy kocsival utazzanak be az országba, nyilván ez csak az USA-ból lehetséges. A kiutazás is korlátozva van, akinek nem létfontosságú most az utazás, azoknak nem javasolják azt, hogy most tervezzenek nagyobb kirándulásokat, vagy nyaralásokat, vagy világlátást. Akinek persze muszáj utaznia, mert például az USA-ban van a munkahelye, és a munkáltatója nem tud neki home office-t biztosítani, annak muszáj a repülővel való utazás. Ami pozitív, hogy április 1-én mentesítő járatokat küldött a magyar turistáknak, vagy látogatóknak a Wizz Air légitársasága, Kanadában, Torontóba, és az USA-ban több városba is. Ezt a kint ragadt magyar lakcímmel rendelkező látogatók vehették igénybe, és a kormány meg a magyar szervezetek mindenkinek felhívták a figyelmét arra, hogy most vegyék igénybe ezt a lehetőséget, mert több mentesítőjáratot nem fognak küldeni. És ide csak, ezekre a repülőkre csak magyarok szállhattak fel, és a magyaroknak a családtagjai vagy rokonai, akikkel együtt tartózkodtak az utazás ideje alatt. Ami a munkát illeti, a kormány határozatot adott ki,
amelyben leírja, hogy csak az essential workers, tehát a nélkülözhetetlen munkavállalók dolgozhatnak ebben az időszakban, az összes többi ember nem. Ide tartoznak például az egészségügyi dolgozók, a gyógyszertárak, az élelmiszerboltok, a bankok, a posta, a kiszállítók, karbantartó szolgáltatások és a többi. És ezt nagyon komolyan veszik az emberek, mert aki annak ellenére dolgozik, hogy nincs benne ebben a listában, nagyon komoly pénzbírságot kap. Viszont azoknak, akik a koronavírus miatt most nem tudnak dolgozni, egy vészhelyzeti segélyt vehetnek igénybe, ami heti 500 dollárt jelent. Ez csak kanadaiak vehetik igénybe, akik már korábban is rendelkeztek munkával, csak most a járvány miatt nincs egyáltalán bevételük. Ez nagyon népszerű, és már az első napon közel 1 millióan igényelték ezt a segélyt. Egy online felületen kell rá jelentkezni, és annak elkerülése véget, hogy nagyon feltorlódjanak a jelentkezők, és hogy mindenki egyszerre próbáljon meg jelentkezni. Azt a rendszert vezették be, hogy születési hónapok szerint jelentkezhetnek bizonyos napokon az emberek, tehát például hétfőn jelentkezhettek a január-február-márciusban születettek, kedden az április-május-júniusban születettek, és így tovább. A hitelek törlesztési idejét itt is kitolták azok számára, akik most nem tudják fizetni a koronavírus helyzetére való tekintettel, maximum 6 hónapra. A legfontosabb védekezési tanács az, hogy maradjunk itthon minél többet, és csak a legszükségesebb esetben hagyjuk el az otthonunkat. Persze látunk embereket az utcán sétálni, és mi is 2 naponta elmegyünk 1 órára sétálni. Ilyenkor nagyon szokatlan látvány, hogy az a néhány ember, aki az utcán van, is kerülgeti egymást, tehát hogyha velünk szembe jön valaki, akkor vagy átmegy a túloldalra, vagy 2 méter távolságban megkerül minket, és mi is ugyanezt csináljuk. Az emberek többsége maszkot és kesztyűt visel, és a játszótereket lezárták. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen építkezési szalaggal körbehúzták, hogy a gyerekek még csak véletlenül se akarjanak semmilyen játékra felmászni. A boltokban vannak nagyon látható változások. Vannak olyan boltok, ahová egyáltalán nem lehet bemenni, csak a terméket lehet felvenni, amit vagy előzőleg interneten megrendeltünk a bolt webáruházában, vagy pedig oda megyünk, és akkor elmondjuk, hogy mit keresünk, ők kihoznak több választási lehetőséget, és akkor ott helyben megvehetjük. Tehát a boltba nem mehetünk be, de egyébként kiszolgálnak minket. Az élelmiszerboltoknál ez a többség, az élelmiszerboltoknál ez úgy működik, hogy még mielőtt bemennénk a szupermarketbe, már van, aki irányítja a tömeget, és megmondják, hogy mennyi időt kell várnunk ahhoz, hogy majd bemehessünk, addig kint kell várakoznia minden vásárlónak 2 méter távolságot tartva. Amikor jelzést kaptunk, hogy megindulhat egy bizonyos tömeg, akkor egy lefertőtlenített bevásárlókocsit kapunk. A kasszák előtt 2 méteres távolságot tartó padlómatricák vannak, amelyeket betartanak az emberek. A kasszások pedig egyfajta üvegplexivel védik magukat a vevőktől, hogy minél kevesebb kontaktba kerüljenek az emberekkel. Az ingatlan piac jelenleg áll. Mi is mostanában terveztünk költözést, vagyis ez benne volt a pakliban, és sorra kapjuk vissza a jelzéseket, hogy csak virtuális körbevezetést tudnak biztosítani, nem lehet látogatni semmilyen ingatlant.
Egyrészt az is fél, aki kiadja a lakást, nem szívesen fogad most embereket látogatásra, másrészt az emberek is félnek most kitenni a lábukat otthonról, tehát ez a dolog teljesen le van most fagyva. Ami nagyon szomorú még ebben az egészben, hogy sokszor halljuk a hírekben azokat, akiknek a hozzátartozói kórházba kerültek, és esetleg ott haltak meg, hogy nem tudták őket meglátogatni, mivel nem engedték be őket a kórházba, és most temetés sincs, mert nincs gyülekezés, úgyhogy az elhunytakat ebben az időszakban hamvasszák. Milyen összeesküvés? Sziasztok! Lukács Jattár vagyok, Erdélyből, Romániából, 27 éves eseményfotós vagyok. Mint tudjátok, mindenkit befolyásolt ez a koronavírus, engem még inkább, hiszen áprilisban lett volna három fototáborom, plusz ballagói képek, végzős képek, májustól pedig fullban nyomadtuk volna az esküvőket. Ezek sajnos mind elmaradtak, miután behozták az óvintézkedéseket. Az óvintézkedések azok március 14-től léptek érvényben Romániában. Lecsökkentették 100, majd 50 személyre az eseményeket. 15-én még volt egy kisebb keresztelő, egy ilyen 30-35 személyes. Azzal nem volt gond, viszont minden eseményre bejött a rendőrség, és ellenőrizte, hogy az adott létszám ne legyen meghaladva. Ezután pedig nem is tudom, azt hiszem, hogy rá egy hétre jött ez a szigorú intézkedés, amikor is minden vendéglőt, minden kávézót bezártak. Hazánkban mi a helyzet? Hát ugye, amint mondtam, március 20-a körül behozták a szigorú intézkedést, ami azt jelentette, hogy minden étterem, minden vendéglő, szálloda, kávézó bezárt. Úgy tudom, hogy más vállalkozások is be kellett zárjanak. Az öregekre szigorúbb óvintézkedéset, miszerint 11 és 13 óra közt szabad csak kijárjanak, meg azt hiszem, hogy este 6 és 7 óra közt, vagy 7 és 8 óra közt, azon kívül nem szabad nekik, és nekik is csak bizonyos okok miatt szabad kijönni, ilyenek, hogy gyógyszervásárlás, vásárlás, számlafizetés, ilyesmik. Ehhez a kormány behozott egy ilyen spéci papírt, amit ki kell tölteni. Megnézem, lehet, hogy van nekem valahol. Tehát ki kell tölteni a nevet, születési dátum, lakcím, nem az, ami a személyben van, hanem ahol laksz, mert ugye aki kínlakásban lakik, és az mindenképp azt a címet írja be, és hogy hova mész. Ezt vagy leírod az egész trasszét, vagy leírod, hogy milyen pontokra mész, tehát tegyük fel, megyünk vásárolni a Lidl-be, leírjuk esetleg az útvonalat, vagy beírjuk, hogy Lidl, hasonló, és itt be kell jelöljük. Tehát itt vannak azok az opciók, amikért ki szabad menni. Ilyenek, hogy vásárlás, munkahely, gyógyszervásárlás, vagy orvoshoz menni, torna, de csak a lakás körül, ilyesmik, természetesen dátum és aláírás.
Na most állítólag elég szigorúan veszik ezt, és a rendőrség kint van, ugye itt nálunk is Marosvásárhelyen, ahol lakom a városban több helyen. Általában a nagy körforgalmak, nagy útkereszteződéseknél, és randomra állítanak meg embereket, meg kocsikat, hogy lássák, hogy valóban van-e papír náluk, valóban kimennek csak a szükségesért, vagy nem tartsák be az előírást. Nem tudom pontosan a büntetéseket, hisz jó magam nem kaptam, sőt még nem is állított meg rendőr, de úgy értettem, hogy elég kemény büntetések vannak, ilyen 400, 300-400 euró körüliek, innen kezdődhet. Jó magam, segítek nagybátyáméknak, néhai nagytatámmal, testvéreinek, ők 80 év körül járnak, és amint lehet, amikor üzletbe megyek, vásárolok nekik is, felhívom őket, számlákat fizetünk, próbáljuk segíteni, hogy minél kevesebbet járjanak ők ki. Na, 5200 eset és több mint 200 halott. Többnyire ilyen zónákban, Erdélyben nem annyira súlyos a helyzet, hogy mondjam úgy. Moldova részén Szucsáva város le van zárva, karantén alatt van, ha jól tudom, Konstanca mellett is egy városka, és nem vagyok biztosban, lehet, hogy Déva is Erdélyben. Erdélyben azt hiszem Déva az egyetlen a település, ami karantén alatt van. Én úgy tudom, vagyis úgy hallottam, hogy Romániában nagy része az esteknek azért van, mert a külföldön élőek felelőtlenül jöttek tömegesen haza, ezt gondolom Magyarországon is látták a hírekben, mert ugye gondolt, hogy a magyar-osztrák határnál nem engedték át őket. Nagyon sokan hazajöttek most, valószínűleg feketén dolgoznak külföldön, olasz, spanyol, német, Anglia talán, gondolom nem fizetnek akkor egészségügyet oda, természetesen biztosan itt sem, és nem tartsák be a szabályokat. Marosvásárhelyen tudom, hogy egy negyed eléggé, hát nem karantén alatt, de szigorú felügyelet alatt van, mert egy roma klán, család pozitívan volt tesztelve, és karantén alatt vannak, és nem nagyon tartották be. Ezek azok a dolgok, amiket tudok. Egyelőre ez a szigorú óvintézkedés április 15-ig volt, de az államelnök már bejelentette, hogy még egy hónapig, azaz május 15-ig, vagy május 10-ig még ezek a törvények lesznek. Amint mondtam, csak papírral lehet kimenni, természetesen személyivel mellette bejelölni, hogy pontosan miért mész, csak a szükségletekért kell kimenni, vagy munkahely természetesen. Ezen kívül hát munkahely, nagyon sok személy tudok, aki otthonról dolgozik, nagyon sok személy tudok, akit hogy is nevezik ezt, úgy nevezik románul, hogy somás technik, ami ilyen munkanélküli cucc, féleség, arról szól, hogy a cégeket kisegített az állam, úgymond ilyen esetben, hogy például ugye kávézók, vagy vendégük, vagy olyan cégek, akik nincs aktivitásuk is bezártak, akkor a munkásokat, azokat ideiglenesen, amíg tart ez a fantasztikus járvány, munkanélküli segélyben biztosítsák, ami mit jelent, hogy biztosítsák fizetésüknek 75%-át, de ezt csak egy bizonyos számig, mármint a
az országos átlag fizetés 75%-áig. Tehát, hogyha a fizetésed ne talán nagyobb, mint az átlag fizetés, a hivatalos átlag fizetés az országban, akkor te nem fogod megkapni a fizetésednek 75%-át, hanem az átlag fizetés 75%-át. Az állam, amiben még segített az ilyen kisvállalkozóknak, magánszemélyeknek, ugye, mint fotósok, smink, meg egyéb beauty szalonoknál, ugye, be lehetett küldeni kérvényt, be kellett küldeni még pár papírt a cégeddel kapcsolatban, és tudtál kérni segélyt. A segély, ami azt jelenti, hogy ismét a romániai átlagfizetés 75%-át fogjuk kapni arra a periódusra, amikor a cégünk, vállalkozásunk nem lesz aktivitása. Hogyan bizonyítsuk ezt? Tehát mindenképp kell a vállalkozásnak legyen egy bankszámlája, mi kellett küldjünk bankszámla kivonatot, ahol megjelenjen, hogy ugye március 15-től ez volt a kezdő dátum, március 15-től felül nem volt aktivitás, és kérjük a segélyt. Beadtuk a papírokat, április 10-ig volt, vagy április 10-ig van a határidő, állítólag 10 napon belül fogják küldeni a pénzt. Egyelőre ugye március 15-től március 31-ig, erre a periódusra tehát normálisan kell kapjunk nettót a romániai átlag fizetés 75%-ának a nettóját, ami ilyen 500 euró, körül kell legyen 550 euró, tehát egy olyan 2300-2400 lej egy hónapra. Tehát most márciusra felét fogjuk kapni ezeknek. Amint mondtam, a dolgozóknak, a munkásoknak, akik olyan esetben voltak, hogy a cégük bezárt, vagy tehát ideiglenesen bezárt, azok is kapnak munkanélküli segélyt, a fizetésüknek 75%-át, ugye, ahogy mondtam. Hát ennyit a helyzetről itt nálunk. Azt hiszem, elmondtam mindent, amit tudunk. A segít, amiket kapunk, most ugye ez meddig fog menni, ezt nem tudjuk. Természetesen mindenhol elő van írva, boltok előtt, szanitárszeszt tesznek ki, és kötelezően be kell kenned a kezeidet, ajánlják, hogy maszkot hordj, ajánlják, hogy kesztyűt hordj. Vannak olyan élelmiszerüzletek, ahol a kosárkák be vannak szanitárszeszezve, vagy mielőtt elveszel, akkor az őr az beszanitárszeszezi a fogantyúdat. Ezzel úgymond biztosítsák, hogy fertőtlenedik a kezed, és hogyha, mit tudom, mocskos vagy vírusos, vírusok vannak a kezeden, nem fogsz hozzányúlni a polcokon bizonyos termékekhez, és utána más utána nyúljon. Más óvintézkedés, más tanácsot nem tudok. Eléggé sok eset van Romániában, amit mondtam. Állítólag továbbra fog növekedni hazán húsvétig. Ez most attól függ, elég sok ember tesztelnek, amint hallottam, legalábbis erdészerte, mert ilyen kívül nem tudom, hogy mi a helyzet Bukarestben, tudom, hogy eléggé gázos a helyzet, ugye Moldovában, Szucsáva város le van zárva. Hát röviden ennyi. Jó magam, jól vagyok, egészséges vagyok, kiszoktam járni ide a tömbház mögé sportolni, ami kis kocogás,
vagy van egy ilyen tennis trainer nevezett cuccom, ami azt jelenti, hogy egy ilyen víztartályocska, amihez hozzá van kötve egy ilyen gumi zsinór, igen, egy ilyen nyújtható, és a végén van egy teniszlabda, és akkor azt ütögetem. Ez egy kicsit jó teniszedzés, mert amúgy nagy tenisz amatőr vagyok. Bent még szoktam tornászni, amellett elfoglalom magam, vannak online kurzusaim letöltve, olvasok könyveket, el vagyok. Mi lenne az első dolog, amit tennék, amikor lejár ez az egész? Hát jó kérdés, mindenképp alig várom már, hogy belekezdjek az új esküvői szezonnak, az új vallási szezonnak, tehát nagyon hiányzik már a fotózás, és az esemény fotózás, és alig várom, hogy folytassam a munkámat. Nagyon hiányzik az utazás, mert nagy utazó vagyok, idén január végén, februárban voltunk Dubajban. Nyárra szerencsére nem foglaltunk semmi jegyet. Várjuk, hogy lejárjon ez az egész, és utána majd kiránduljuk ki magunkat. Tavaly azt hiszem, hogy 10 országban jártunk, szóval igen, ez egy szegényebb év lesz, gondolom. Hát kb. Ezek lesznek, amiket tenni fogok. Ja, meg a haverokkal ki fogok menni teniszezni, az mindenképp, mert nem ugyanaz ez az igazi teniszhez képest. Röviden ennyi. Ilyen összeesküvés elméleteket hallottam. Hát ez a szituáció tökéletes azok számára, akik mindenből összeesküvés elméleteket gyártanak. Nyilván hallottam én is, hogy ez egy előre megtervezett politikai lépés volt, amivel a lakosságot szerették volna tudatosan csökkenteni. Vannak emberek, akiktől azt hallom, hogy annyira furcsa, hogy nem látnak a közvetlen környezetükben koronavírusost, mégis a csapból is ez folyik, és a médiában is ezt látják, és én azt szoktam nekik mondani, hogy addig örüljetek, amíg a közvetlen környezetetekben ezt nem látjátok, és nem folytathatunk strucc politikát, hiszen tudjuk, hogy attól függetlenül, hogy nem látjuk a baktériumokat és a vírusokat, még tudjuk, hogy ott vannak. Voltak olyan álhírek is, amelyekben hallottam arról, hogy magyar városokban magyar orvosok feltalálták a koronavírus ellenszerét, és amikor ennek így jobban utána néztem az interneten, akkor semmilyen hiteles forrását nem találtam, tehát minden ilyen hasonló hírrel nagyon hitetlenkedve kell bánni, mert soha nem tudhatjuk, hogy minek van tényleg valóságtartalma. És hogy mi lesz az első dolgom, hogyha vége a vírusnak, szerintem mindenképpen beülök egy kávézóba, és megnézem majd az embereket, hogyan kezdenek újra visszarázódni a mókuskerékbe, hogyan épül újra a világ, és hogyan lesz minden tapasztalat és minden fogadalom, amit ebben az időszakban tettünk, emlék. Addig is marad a jó öreg kotyogós kávé. Ilyen összeesküvés elméleteket, meg honnan eredett a vírus, hát olvastam mindenfélét, gondolom, hogy már mindenki olvas mindenfélét. Próbálok nem koncentrálni ezekre, és próbálom mindig azt mondani a klienseimnek is, rokonoknak, ismerősöknek, hogy ne hallgassanak meg minden hírt, ami az interneten van, meg a tévében. Próbálják most kihasználni ezt az időt, foglalkozzanak saját magukkal, egészségükkel, egymással, ugye családokra értve, és ne hallgassanak mindenfélét, mert nagyon megy mostanában manipuláció, és őszintén nem számít, hogy most honnan ered ez a vírus, és minek köszönhető, kinek köszönhető. A lényeg az, hogy ez egy jó periódus,
számomra is, hisz egész évben fotózom, hogy egy kicsit leülök, megnyugszom, szeretteimmel, sokkal többet foglalkozom, sokkal többet tudok olvasni, meg visszatekinteni régebbi képeimre, újra szerkeszteni őket, visszanézni, hogy mennyit javultam, mennyit nem. Nyugodt vagyok, türelmes vagyok, van amit csinálni, mindig kapsz, hogyha keresel. Nem hallgatom a médiának a hülyeségeit, és alig várom, hogy ez azért lejárjon, és folytassam a fotózást. Köszönöm.